A vadgesztenye levél aknázomoly három nemzedékes. Az első nemzedék, a téli lehullott levelekből kibújó lepkék már befejezték a fejlődésüket. A lárvák kialakultak, sőt, már az aknák alatti bábokból a lepkék is kirajzottak. Most kezdődik pontosabban a második nemzedéknek a rajzása, ahol a felszakadozott hártyákat látják, onnan már kibújtak a lepkék. Megtaláljuk még néhol a bábingeket, ezekből a kis nyúlványokból bújtak ki a lepkék, már is párzanak, indul a második nemzedéknek a rajzása, ami még sokkal súlyosabb kártételt okozhat, mint az első nemzedék, hiszen nagyobb létszámú szokott lenni. Tehát ezen a levélkén nyár végére, nyár közepére már lehet, hogy egyetlen zöld foltot sem látunk majd. Lehullik a levél, a fa nem tud fotoszintetizálni, nem tud fejlődni. Javaslom, hogy lássanak hozzá a runnerral a permetezéshez, hiszen ennek a tojásrakás előtt a leveleken kell lenni. A lisztharmat miatt topázt vagy valamilyen kénes készítményt is adagoljanak a permetléhez, illetve a repülő lepkék ellen érdemes decissel, és a fiatal rágó hernyók ellen pedig akár mospilánnal is kombinálni a permetlevet. Kérem, végezzék el a permetezést, hiszen hiába védekezünk közterületen, ha házi kerti fákról kirepülnek a kártevők, és akadálytalanul fejlődhetnek. Sok sikert kívánok a gyönyörű fánknak, a vadgesztenyének a megvédéséhez. Akinek tetszett ez a videó, iratkozzon fel a csatornánkon, és folyamatosan kaphatja ezeket a kis filmeket.